Jó, hát Danikám, mi a helyzet a 9. kerületben? Úgy hallom, hogy neked vannak olyan ambícióid, hogy egyetlen úgy hallom, hát tudom, hát tegyünk úgy, mintha nem. Szóval én úgy tudom, hogy neked van olyan ambíciód, vagy olyan ambíciónk, hogy a 9. kerületben elindulunk, és megmérkőzünk a 24-es választáson, és te hogy látod itt a 9. kerületet? Hát ugye 4 éve van hatalmon Baranyi Krisztina, ugye a testület, a szövetséges képviselőkkel. Hát 4 év alatt tulajdonképpen azt látjuk, hogy küzd egymással a szövetséges képviselőkkel a polgármesterasszony és ugye az alpolgármesterei. Az ügyek nem mennek át, nem működik a kerület. Vannak olyan életbe vágó kötelező feladatok, amiket hát nem végez el a kerület. Tehát például a szakrendelővel kapcsolatosan ugye azt látjuk, hogy ugye történnek beruházások, csak rengeteg vidéki látogatja a szakrendelőt, és ezért áldatlan állapotok vannak. Megoldás nincsen például ebbe a kérdésbe, bérlakás építésnél is azt látjuk, hogy tulajdonképpen a lakásállomány 4 év alatt nem nőtt semennyire. És ha például van egy probléma, egy felújítás, akkor ugye a meglévő bérlőket nem tudjuk hova átköltöztetni, tehát most ez egy óriási probléma. És közben pedig ugye szórja a pénzt a kerület minden felesleges dologra. Például ugye ezt említettük, vagy beszéltünk már róla, hogy 1,2 milliárdért hát óhajtott, vagy egy előterjesztés jött be a képviselőtestület elé, hogy a Knézics utcában lévő idősek otthonát óhajtotta megvásárolni a városvezetés, és közben pedig ugye nem vásárolunk bérlakásokat, vagy nem építünk bérlakásokat. Tehát egyszerűen nonsens, ugye azt mondják a kerületek, így a 9. kerület is azt mondja, hogy nincs pénz, de közben 1,2 milliárd meg van. Tehát, hogy igazából a kötelező feladatokat nem látjuk el. Ugye készülünk a kampányra, persze most hát minden most fog elkészülni, minden most lesz szép. Ugye végre például egy apróság, hogy 4 év alatt nem sikerült egy nyilvános vécét sem átadni, most hirtelen lesz 3. Csak hát tehát noszogatjuk. Egyébként egy nagyon sokszor mi mentjük meg a polgármester asszonyt, illetve a városvezetést. Hát ez az új emberi kötelességetek is azért, hogy hát hogy ugye próbálunk olyan előterjesztéseket benyújtani, ami azért ugye egy fejlődést, egy progresszivitást hoz a kerület életébe. Például ilyen volt, most az én javaslatom volt, de Jancsó Andrea, ugye ő képviselő adta be, hogy nálunk is legyen, mint a 13. kerületben egy olyan rendszer vagy program, hogy életjáradékot adunk ugye azoknak a egyedül élő vagy idős embereknek, akik felajánlják a lakásukat, és ezzel az állományunkat tudjuk növelni. Így lesz bérlakásotok. Így, igen, illetve hát logikus, ugye, aki nincs rászorulva, az nem fogja felajánlani a tehát ez egy szociális hát, nekik, döntés. Nekik is jó, és egy kicsit nektek is, és igen, kis, és akkor a közösnek igen, is jó. Illetve egy másik dolog, ez is egy érdekes dolog, hogy annak a lehetősége is előkerült, hogy mondjuk egy kisebb lakásba költözön át. Tehát ezt nehéz így átvinni, de ugye logikusan, hogyha valakinek van egy örök lakása, ami már túl nagy számára, és a 9. kerületben így van, akkor az önkormányzat ad egy kisebb, de mondjuk ugyanolyan komfortos, meg minőségében egy jó lakást vagy ingatlant, és akkor ő pedig ugye ezt átruházza az övét. És ez átment, ez a kezdeményezésetek a hát, na most városházán? Ez ugye, tehát ezek általában, amit mi javaslunk, azok átmennek. Tehát, mert olyan, tehát ez is egy fontos dolog, hogy azért az önkormányzati munka az arról is szól, hogy ezeket a bizottsági üléseken, meg a frakció üléseken ezeket, tehát olyan, tehát ez egy fontos dolog, hogy
olyan javaslatokat kell a testület elé vinni, ami általában átmegy. Na most ez a városvezetés részéről nem így, nem ez működik, és ebből is látszik, mivel hogy nincsen együttműködni, és nincs konszenzus. A saját szövetséges képviselőivel sincs a városvezetés. Igen, ugye itt nálatok a 9. kerületben fordult elő többször, hogy nem ment át javaslat a polgármester asszonynak, vagy a közgyűlésen, ugye? De olyan is volt, ha jól emlékszem, amit még ő sem szavazott meg. Tehát ugye még hát ez is... Tehát nevetséges, tehát hogy akkor minek, tehát hogy akkor legalább ugye vonta volna vissza ezt az előterjesztést, de még ez se történt. De hogy mint, igen, hogy mi... De hát látta, mi, hát... Melyik volt ez? Hát most így nem is tudom. Most belekérdeztem. Ez a... Igazából azt hiszem a Egy ingatlannal kapcsolatosan volt ez, amikor a József Attila emlékhelyhez kapcsolódóan. Tehát volt most egy olyan, ez is egy érdekes dolog, a városvezetésnek ugye fontos az üzletfejlesztés, tehát az egy nagyon dolog, én ráadásul ugye én a privát szférából jövök, és én szorgalmazom a önkormányzati üzletfejlesztés, de hát azért vannak olyanok, amikor kilóg a lóláb, és látjuk azt, hogy mondjuk egy hotelt szeretne magának a polgármester asszony, meg az alpolgármestere, tehát a viccpártos társaság szeretne magának egy közösségi hotelt. De az bocsánat, ez szó szerint értsük, hogy utána saját kezelésükbe vették volna ezt az ingatlant? Hogyne, persze. Csodálatos. Tehát, hogy és ugye a képviselők résen voltak. Nehezményeztét? Résen voltak. Tehát, hogy igazából látták, hogy mi lenne ebből, vagy mit és akkor. És nem merték. És akkor igen. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy leszavazták. Tehát, hogy, de hát rengeteg ilyen van. Tehát ugye a parkolás, vagy a várakozási engedélyeknek ott is ugye... Túl erőszakos volt a polgármester, azt mondja, hogy ő azt hiszem ilyen 30 ezer forintos várakozási engedélyt szeretett volna átvinni. Mi mondtuk, hogy legyen 10-12 ezer, ugye most 2000 volt jelenleg, és nem ment át. Tehát az a helyzet, miközben ezt azért meg kellett volna beszélni, egy bizottságüléseken, ugye különböző bizottságüléseken, tehát én azt gondolom, hogy mondjuk egy 10 ezer forinttal ez átment volna. Tehát nincs azzal baj, hogy persze... Igen, szóval az egyeztetési szint az kimaradt, ha jól értem az önkormányzat munkájában. Tehát akkor igazából azt látjuk, hogy a polgármester asszony nem foglalkozik senkivel, le akarja uralni a saját testületét. És én azt mondom, hogy ez egy fontos közhely igazából, hogy azt kapsz, amit adsz. Tehát, hogyha így bánik a saját képviselőivel, ugye, vagy a szövetséges képviselőivel, nem ad nekik teret, tehát, hogy nem ad nekik feladatot, tehát ott azért mindenkinek ugye, szeretne dolgozni, szeretné. Tehát például van egy momentumos dr. Mátyás Ferenc jogász, ő 4 éve szeretné az SMS-t valamilyen szinten progresszíven előrevinni, és nem tudja, mert a városvezetés... Egyszerűen meg a jegyzői kabinet az hátráltatja ebben. Igen, hát érdekes hely egyébként ez a 9. kerület, mert ugye rendszerváltáskor, meg utána azért viszonylag lepukkant kerületnek számított. Nekem jó pár 9. kerületi barátom volt, hát mindegyik izgalmas figura volt annak idején, katonaságnál is, meg itt-ott. De aztán jött egy valamilyen fejlődés a kerületben, volt egy ér, amikor fejlődött, de valóban most nem feltétlenül a polgármesteri hivatalhoz köthetően, de vagy már nem csak hozzájuk, de hogy most úgy nem annyira áll fényesen a kerület, de hogy egy kicsit beszéljünk arról is, hogy még nincsen kampány, tehát nyilván én most nem a kampányprogramot kérdezek tőled, de hogy hol látod azt a 2-3 vagy akár több dolgot, amiben mindenképpen menni kéne a 9. kerületnek. Nem irányítanám a dolgot, de vagy azt a Galvani híddal kapcsolatban, hogy van-e véleményed, vagy csináltatok ezzel valamit. Szóval, hogy miben lenne más mondjuk a Cséplő Dániel vezette 9. kerületi önkormányzat? Nem is azt, miben lenne más, hanem mit csinálna, akkor inkább ezt kérdezem. Az első dolog, reagálnék erre a fejlődésre, tehát ugye nagyon fontos az, hogy vannak adottságok, és abból milyen irányt
vesz, tehát milyen, megy a kerület. Milyen a menedzsment, igen. Tehát, hogy, és ugye Gegesi idejében, ugye egy nagyon jó, ügyes polgármester volt, ugye volt egy olyan adottság, hogy a középső Ferencváros és a belső Ferencváros házai hát elég rossz állapotban voltak, és ő ezt felkarolta, és tulajdonképpen nagyon sok pénzt szerzett, és nagyon jó, tehát ő egy nagyon jó gazdája volt Ferencvárosnak. Ugye a negyedet, vagy ezt a belső Ferencváros és a középső ferencvárosi részt, hogy mondjam, hát felhúzta, szépen szépek lettek az utcák, egy kicserélődött tulajdonképpen a lakóközönség, új épületek születtek, ugye a romok helyett. Ez ugye a Bácskai idejére, tehát valahogy így megrekedt ez, igen, a dolog. Szóval, igen. Ez az egész megrekedt, ugye a pályázatok valahogy nem működnek. Vagy nyertek, vagy nem valósulnak meg. Igen, és akkor megint csak mennék tovább, hogy az adottságok. Tehát volt nekünk egy óriási adottságunk, az pedig a Ferencvárosi Dunapart. És akkor ugye jött ez az Olimpia kezdeményezés, és akkor azt hittük, hogy ebből a Ferencvárosi Dunapartból lehet csinálni egy gyönyörű városrészt, megint csak, közparkkal, jó, ott ugye lettek volna, tehát mesék nincsenek, tehát lettek volna ott épületek, irodaházak, mi egymás, és akkor azt láttuk ugye a Bácskai idejében, hogy látszik az, hogy ez már ki van játszva. Ugye nagyon érdekes, hogyha lemegy az ember a Ferencvárosi Dunapartra, akkor egy óriási zászlót láthat, ugye, és ez a, azt hiszem a BVH, tehát a Mészáros közeli cégnek a nagy zászlója van kint, és akkor tehát azt látjuk, hogy tulajdonképpen már le van zsírozva, hogy az a Ferencvárosi Dunaparttal ugye mi is lesz. Egy a lényeg, hogy Ferencváros az adott szituációban mit tud kihozni ebből az egész helyzetből. És én abszolút úgy állnék hozzá, hogy legyen közpart, tehát ott mindennek legyen helye, és akár, tehát mi nem vagyunk kivitelező cég, nem vagyunk ingatlanfejlesztők, de azt tudjuk mondani egy építési vállalkozónak, hogy ide fölhúzol 5 blokkot, de az egyik blokk a miénk. Tehát már is ugye nyertünk ezzel, és a bérlakásokkal. Így van, így van. Bejebb vagyunk lakásokkal. Ugye meghatározzuk a beépíthetőséget, vagy folyamatosan tárgyalunk erről, és én mindig azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy mondjuk Csepelnek milyen a Dunapartja. Milyen Óbudának a Dunapartja, vagy akár Újpestnek milyen a Dunapartja. Tehát nekünk, városvezetőknek az a dolgunk, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki az adott, mondom, azokból az adottságokból, ami van. Itt a nézők kedvéért én szerintem mondjuk azért el, hogy ez a 9. kerületi Dunapart, ugye ez a, nem is tudom, ugye a Csepeli hídtól kezdődik talán, ugye? A Boráros tértől indul, és Pesterzsébetig tart. És ugye a nem is tudom, hogy a hévig valamennyire ki van építve, mondjuk rá, ott vannak házak, meg lehet bicikli utazni, meg ott a Nemzeti Színház, meg egyebek, de onnan a Pesterzsébetig, tehát az Obitól, tehát a Soroksári úti Obitól, egészen Pesterzsébetig, ez hát legalább egyébként hatalmas terület, ez egy rozsdolyvezet, ez egy 4 kilométer hosszú, és hát néhol akár 1 kilométer széles terület, tehát ez egy bődletesen nagy hely. Tehát ez egy rozsdai vezete Budapestnek, és hát gyakorlatilag itt arról beszél, hogy ezt akkor föl kéne számolni. De ez már évtizedek óta húzódik ez a projekt, tehát nagyon kellene, mert hogy ott gyakorlatilag, hát mondanám, hogy a fű se nő, de nem igaz, mert csak a fű nő, pedig rettentő értékes terület. Én szoktam arra biciklizni, de még bicikli út sincsen, tehát hogy ez annyira, pedig egy gyönyörű Dunapart. Tehát egyébként az szerintem a város egyik legszebb Dunapartja van ott, amit elképesztő módon lehetne megcsinálni, szépíteni, akár házakat is építeni, szóval bármit lehetne csinálni, hát csak akarat kellene hozzá. Így van. Ugye, és akkor, hogyha visszakanyarodunk a Dunaparthoz, akkor az atlétikai stadion megépítése, az már is egy előkészülete annak, amit ugye Orbán Viktor megálmodott magának, ezt az olimpiai várost, vagy olimpiai falut.
És hát csak ez a lakosságnak nem jutunk le. Hát meg nem minden évben van olimpia. Tehát, hogy igazából itt az lenne a cél, hogy Ferencváros lakossága le tudjon jutni a saját Dunapartjára, és tudjon sétálni, el tudja tölteni ott a szabad idejét. Mi ezt várjuk el. Értjük azt, hogy ugye vannak olyan más érdekek, hogy ott szeretne valaki ugye irodaházat, de ezt össze kell fésülni, ezt az egészet. Tehát ez az, ami nem történt meg. Egyébként Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina óriási bűne az, amikor ugye ők azzal kampányoltak, a stadionstop, és ahogy hatalomra kerültek, nem foglalkoztak azzal egyébként, mert mi helyi népszavazást is akartunk ott Ferencvárosban. Azt mondták, hogy erre már nincsen idő, és lesöpörték ezt. Én úgy gondolom, hogy ha a helyi népszavazás történt volna, akkor Ferencváros úgy döntött volna, hogy nem szeretné, hogy ott egy atlétikai stadion épüljön. Ez egyébként, ez a beruházás, ez Ferencváros valahelyen legnagyobb környezetkárosítása. Tehát több mint 1200-1500 fát vágtak ki. Tehát ezt vissza, tehát igazából egy térkő, ha most kimegyünk és bejárjuk azt a környéket, tehát térkőliget és beton. Tehát, és hogy ugye azt utána üzemeltetni kell, én attól is nagyon félek, most ez nyáron, ez 19-20, augusztus 19-27-ig lesz, hát most képzeljük el, hogy mennyit fogunk erre költeni a biztonságra. Tehát éppen egy háborús helyzet van, rengeteg külföldi csapat, tehát hogy ez egy elég drága mulatság lesz. Sokba fog fájni. És hát a biztonság az egy nagyon fontos kérdés. Galvani híd, gyorsan, itt is ugye az a helyzet, hogy azért a városvezetésnek lehetne, hát megint csak zöld, a környezetet kímélő álláspontja. A városvezetés üdvözli a Galvani híd megépítését, csak egy dologra nem gondol, hogy oké, meg van építve ez a Dunahíd, ez az új Dunahíd, de mi lesz a forgalommal? Tehát, hogy be fog érkezni. Az ugye, az, a határútra megy rá, ugye? Meg ott a kis erdőre. A határútra, igen, és a Kén utcára menne rá, hát hogyha, ugye, tehát akkor, ha ez megépül ez a híd, akkor tiszta sor, hogy Ferencváros, illetve a szomszédos városnegyed, a Vekerle városnegyednek egyetlen egy hát lehetősége marad, az pedig az, hogy mi követeljük azt, hogy egy alagutat fúrjanak. Tehát más megoldás nincsen, különben rá fog esni ez a forgalom, mind a József Attila lakóterepre, mind pedig a Vekerlére, tehát a kispesti részre. Tehát nincsen más megoldás, ez az egyik legdrágább, ez tízszer annyiba fog kerülni, mert ugye az, hogy 2020, nem tudom mikor fog ez elkészülni, tehát a 2020-as, 30-as években kivágni zöld, tehát ez egy erdő, az egy parkerdő, és azt ott kiirtani, az nem fog átmenni. Az viszont, hogy ugye mind az egyik oldalra, mind a másik oldalra, hát az sem egy megoldás, arról nem is beszélve, hogy környezetszennyezés és a lakások, vagy az ingatlanok ára meg egyszerűen tehát semmit. Igen, ez a Galvani híd, ez egy komoly probléma. Így van. Én értem ezt, hogy szükség van még egy Dunahídra, de viszont ugye itt egy csomó olyan apró dolog is, hogy akkor beengedjük oda a 24 tonnás súlyú teherforgalmat, vagy nem engedjük be. Tehát itt is azon kell dolgozni, erről már többször beszéltünk, hogy azért szép lassan azért ki kéne szorítani azokat az ipari tehát vállalatokat, raktárakat, ahol ilyen nagy kamionforgalom van, hogy például erre az útra ne engedjük be ezeket a nagy súlyú tehergépjármű forgalmat. Még úgy kérdésem, aztán szerintem kicsit elvezzünk más üzekre, hogy mert ez a Galvan engem érdekel, ott lakom ugye Pest-Erzsébeten, ugye ez a szomszédos kerület, hogy
hogy erről valamilyen egyeztetés van már, vagy szóval, hogy ezt lehet tudni, hogy mik a, tehát az önkormányzat ez hogy áll, vagy a pártok hogy állnak, vagy szóval, hogy mik a tervek, vagy ez most csak az van, hogy épül a híd, és aztán ezt be kell, hogy fogadjátok, és akkor A lejövő csomópontnak a tervezése az már zajlik. Tehát akkor ezek szerint, hát ja, még nem biztos, mert hogy meg fog épülni, de nagy a valószínűsége. Arról még nincsen, tehát az még nem tervezés alatt nincs, hogy hogyan fogja összekötni a lejövő csomópont és a határút ülői út csomópont közötti, illetve a gyorsforgalmi út közötti csomópontnak a tervezése az még nincs meg. Tehát itt jön az, hogy de az biztos, hogy így akarják összekötni. Tehát tulajdonképpen ugye, és ezért mondjuk, hogy egy alagúton kéne, hogy elmenjen, tehát amikor beérkezik oda a Soroksári útra ez a csomópont, akkor ugye van egy levezető Erzsébetre, igen. Ugye a 9. kerületbe, és akkor egy pedig ugye tovább menne. Igen. A Kispest, illetve a Ferencváros irányába. Hát jó, hát akkor meglátjuk. Ez egy jó hosszú projekt lesz, úgyhogy hát akkor majd reméljük, hogy még megéljük azt az alagutat, meg azt is, hogy akkor ott a 9. kerületben itt Csépő Dani plakátokkal. Hát én a Galvani híd ellen vagyok. Tehát én a Galvani híd ellen vagyok. Tehát én azt mondom, hogy nincs szükség erre. Tehát még egyszer, tehát ugye a M0-ás azt a forgalmat azt elviszi, amit neki kell. Tehát most tulajdonképpen az történne, hogy a nullásról átjönne egy forgalom, és a Hungária körútról is átjönne egy forgalom. Igen, ezt én is tanúsítom, szerintem ez az úthálózat az ott ezt nem bírja el. Tehát ez Armageddon lenne. Hát jó. És mi a helyzet Zuglóban? Nézek rá, Dádám. Ne kérdezzem? De, nagyon szívesen beszélek Zuglóról, hiszen ugye elég sok közön van Zuglóhoz, például a Szolidaritásnak és a Zuglói csoportjának a vezetője vagyok. A Zuglónak van egy emblematikus tere, ami a Bosnyák tér, amit szerintem, vagy nem szerintem, minden fővárosi ismer. És hát az a helyzet, hogy ugyanúgy ismer, ahogy 40 éve, 30 éve, 20 éve és 10 éve áll az a terület. Igen, oda jártam kézilabdázni, emlékszem, és még, hát nagyjából ugyanazok a betonok. És ugyanaz a terület. Viszont az utóbbi időben elindult egy fejlesztési terv, hosszas egyeztetés előztette, meg lakossági fórumok is. Röviden arról szól a projekt, hogy egy magánberuházó a Bosnyák-téri piac mögött, melletti részen, tehát a piacot nem bántva, ez nagyon fontos, fölhúzna lakóházakat, irodákat, és kapna ezért cserébe az önkormányzat új önkormányzatot, polgármesteri hivatalt, és kapna egy szakrendelőt, hiszen az a szakrendelő, ami most van az őrsvezérterén, az IKEA és az őrsvezérterek között, az egy elég élhetetlen és kis és lehasznált szakrendelő. És cserébe a patakpartot is rendbehoznák, tehát Zuglónak nincs Dunapartja, de van egy nagyon hosszú patakpartja, ez a Rákospatak partja, ami egy része rendben van hozva, más része nem annyira, nevezetesen az a Bosnyák téri pont hát pusztulat állapotban van. De ami a lényeg, hogy ez a magánberuházónak a projektjének azt a részét a tisztelt önkormányzatból, nem kevésbé tisztelt képviselők, a hangos kisebbség egy része, ezt nagyon ügyesen elkezdte megfúrni, tehát a beruházás elindult, lakóépületek, irodaházak lesznek, de minden, ami az ott élőknek, Zuglónak az érdekét szolgálja, az nem lesz. Szóval jelen pillanatban politikailag itt tartunk, reméljük, hogy ez a helyzet még változhat, és Zuglóban is, mint sok más kerületben, ez a legnagyobb probléma a parkolás, és Zuglóban torkolik ugye az M3-as, ami ott a Mexikói út Városligetnél ér véget. A Mexikói úton is vannak tervek egy több ezer fős fedett ilyen-olyan parkoló ház megépítésének, de szintén itt is ezek a méregzöld helyi képviselők nagyon ellene vannak ezeknek a fejlesztéseknek, miközben a Városliget projekt mögének beálltak, szóval itt is van egy ilyen tudathasadásos állapot. Én nem mondom azt, hogy őket valahonnan fizetik, mert biztos nem fizetik, csak a közért dolgoznak ezek a képviselők, de egyik oldalon támogatják a beépítést, mint a Városliget, másik oldalon meg azt mondják, hogy a bejövők, az ingázóknak ne legyen parkolója, vagy ne legyen a Bosnyák téren új polgármesteri hivatal. Szóval ilyen fele más a helyzet Zuglóban jelen pillanatban. Igen. Hát mindenhol ez van egyébként, az összes kerületben, én ezt látom, hogy nagyon sok vidéki városban is, mert ugye itt a Szolidaritás mozgalom, ahogy így épülget, szépen megyünk kerületről kerületre, meg vidéken is egyre több városban jelenünk meg, hát sajnos azt látni, hogy az önkormányzatokban, ahol pártok vannak,
ott állandóan megy ez a keresztbetevés, és csak azért sem történjen meg, mert valaki kitalálta, elkezdi csinálni, de... De akkor, mi lehet a megoldás, nem a pártok vannak? Hát én azt gondolom, hogy alapvetően ki kéne venni a pártokat, és nek civileket, civil szervezeteket kellene beengedni, és nem azért, mert ha valami civil szervezet, az biztos jó, én nem vagyok naív, ez hülyeség, de hogy legalább azt a logikát kivenni, hogy az a fideszes javaslat nem mehet át, vagy az az LMP-s javaslat nem mehet át, mert persze jó, meg támogatjuk, de mivel mi háborúban állunk, nem tudom, az országgyűlésben, vagy az országért, ezért nem lehetséges, mit tudom én, a 9. vagy 20. vagy Szekszárdon, vagy Debrecenben, ott nem lehet egyetértés, akárhogy is egyébként épeszű javaslat, teljesen kinek a részéről. De én azt gondolom, hogy ezt el kéne engedni. El kéne engedni, mert hát azt látjuk, hogy mit tesz az országgal az országos politika, ez a szerintem értelmezhetetlen a csarkodásban vagyunk. Nem 10 éve, hanem szerintem most már 30, tehát hogy ez ebbe torkollott, és ami nincs rendben, de az jó lenne, hogyha az önkormányzati politikából ez kiesne. És egyébként itt, ugye ezt mindig elmondom, hogy ez ugye alapvetően egyébként nagyjából a 200 vagy a 250 10.000 fő feletti településen van, mert a 10.000 fő alatti települések, amiből 3.000 van Magyarországon, ott már nincs feltétlenül pártpolitika, természetesen mindenkiről lehet tudni, hogy ki hova szavaz, meg hogy mit gondol, de ott ezt valahogy így, de nem folynak le ezek a pártok, még a Fidesz sem szervezetileg nem ér oda el, vagy ha valaki igen, akkor talán ők igen, de ők sem nagyon. Tehát itt nagyjából ebben ez a megyeszékhelyeken és a többi, hát meg nyilván Budapesten, a budapesti kerületekben, meg a többi nagyvárosban, ahol van ez az őrület, hát ezt ki kellene venni. De egyébként most rajtunk kívül, ezt mondjuk most már egy ideje, egy éve, de rajtunk kívül sokan elkezdték mondani. Ezt meg hadd kérdezzem, ha kifaggattál már a mi kerületünkről, akkor mesélj már egy pár szót Erzsébetről, a 20. kerületről, ami ugye a te szülőhazád. Hát én külvárosi gyerek vagyok, a 10. kerületben születtem, de aztán elköltöztünk a Pest-Erzsébetre. Annak is a Pest-Erzsébetre, de aztán hirtelen Soroksár lettünk, de most ebben nem megyek bele a pesti kerületek változásába, mert akkor az egy egészen másik téma. Hát nézd, Pest-Erzsébet nagyon érdekes kerület. Itt a legolcsóbbak az albérletárak, hát ez talán meg a lakásárak, ez talán sok mindent elmond, hogy hogyan áll a kerület, ez egy munkás kerület. Rengeteg potenciál van a kerületben, de nincs, ez biztos, hogy nincs kihasználva. Egy területet, én a pozitívval kezdem, egy terület fantasztikusan fejlődik, ez a mi Dunapartunk. Mert bizony a Pest-Erzsébet, a Dunapart az bizony fejlődik. Nem, az elmúlt egy évvel is, de szóval, hogy ott van egy koncepció, és láss csodát, ha van a koncepció, akkor az elkezd működni, nem egy év alatt, hanem már 15 éve, szóval tényleg, amíg oda ott épült a Pest-Erzsébeti lakópartra, meg helyrehozták a gyógyfürdőt, lett uszoda, jégpálya, teniszpálya, egy kis római part, amit egyébként most már fedez föl egész Budapest, tehát kezdünk ott megtelni. Ez a rész rendben van. Na, most ez Pest-Erzsébetnek sajnos csak az 5%-a, mert Pest-Erzsébet egy nagy kerület, és ez a dunai rész meg egy nagyon picike rész. Hát sajnos az összes többi az nem ilyen állapotban van, és nagyon sok lenne a tennivaló. Magában a lakásoknak az állapotára, nem csak a bérlakások, hanem az egész kerületnek a lakásállománya, hát nincs jó állapotban, akár önkormányzati, akár magánház. Az utak, azok borzasztó állapotban vannak. Ugye most volt ott egy kampányunk a Kartnik Krisztinával, egyébként tök jó eredményt értünk el, ahhoz képest, hogy 3 hetet kampányoltunk ott. De szóval, hogy hát sajnos rengeteg témánk volt, mert hát itt olyan nincs fölfestve a zebra egy piacnál, idős hölgyek életük kockáztatásával kelnek át a retekért, meg a tojásért oda, és aztán vissza. Tehát, hogy hát egészen komoly problémák vannak. És egyébként, bocsánat, hogy közülvágok, ugye ez az, ami nem lenne nagy pénz, meg nagy energia. És ezek, és így... Kialakítása, nem tudom, néhány millió, néhány 100 000, ezt te jobban tudod, de
Nem hát pár millió forint, de leginkább szándék. Tehát van egy akarat, hogy ez politikai akarat. Beruházás, igen, arra ez gondolta, így van, hanem így van. Ez politikai akarat, odafigyelés. 10 milliárd volt az egész országban. És így van. Tehát, hogy ezek az általános megkezdek sajnos nálunk is megvannak, és ami még van, mert azért ezek az, tehát hogy az utak rosszak, hát sajnos meg zebrák hiányoznak, azért ezek sok helyen, hogy ezek sok helyen problémák. De ami a legnagyobb probléma, vagy amit szoktak hozni, és sajnos tényleg van, hogy bizony elkezdte kikerülni, tehát a fővárosból, vagy a belvárosból kiszorítottak pár helyről lakáselbontásokkal, házbontásokkal, hát kábítószert áruló embereket, akik sajnos egy részük nálunk kötött ki, és jött is a vevőkör is, és hát azért ez egy ugye Pest-Erzsébet nagy része egy csendes kertváros, és azért hát mára már ez nem lett csendes kertváros, és azért ez a lakókat most már tényleg frusztrálja. Tehát Pest-Erzsébetnek a sétáló része, illetve a hát egy-két kertvárosi rész az bizony, az kellemetlen hely lett, hát ezt rendbe kell rakni. Ez nincs mese, itt több közterület fenntartó, itt több rendőr kell. Szociális probléma is nyilvánvalóan. Ez egy nagyon komplex probléma, de ugye, hogyha de az a helyzet, hogyha ugye te vagy egy lakó, aki elmész dolgozni. Én megértem, és te hazamész, és akkor az nagyon kellemetlen, hogy egy ordibáló drogos van ott. Szóval, hogy akitől fél, a gyereket fél, te is félsz tőle. És nyilván természetesen a drogos embernek, ez komplex kérdés, és az, hogy az ő miért lett drogos, és ő hogy került oda, és miért van állapotban, azt is meg kell oldani, de hogy mondjam, hát szóval, hogy azért ezek megoldandó problémák, ezeket viszonylag gyorsan és egyszerűen karban lehet tartani, úgyhogy Pest-Erzsébetnél nagyjából ez van, de ugyanúgy van, mint amit egyébként látunk a 9. kerületben, Zuglóban, sajnos Pest-Erzsébeten is az van, hogy hát veszekednek ezek a pártok, tehát hogy nincs dolgozás. Meg lenne egy kérdésem, hogy mit látsz, hogy jó helyre megy a pénz? Én nem, Pest-Erzsébet szegény kerület, az egyik legkisebb költségvetéssel van, tehát mások mit tudom én, 40-50 milliárddal mennek a Pest-Erzsébet 8-9, vagy 12, de közben területileg emberileg nagy. Nem látom és a prioritás, tehát ugye a prioritás. Én azt látom, hogy nem. Tehát én azt most csak akartam, szóval nem szeretek így vagdalkozni, hogy most akkor ez egyértelműen rosszul van csinálva, nem? Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ebből tehát látni bizonyos próbálkozásokat is, azok jók is egyébként sok szempontból, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Ami miatt én a legdühösebb szoktam lenni, elbontottak a Baross utca sarkán egy óriási buszmegállót, ahol volt üzletek voltak, ABC volt, újságos bódé volt, trafik volt, egy zöldséges volt 0-24-be, és volt ott egy kocsma is, és hát a kocsma valóban egy talpon álló volt, semmi keresni valóban, nem, szerintem az egész ország egyik legdurvább helye volt, tehát valóban a lakók jogosan mondták, hogy zárjunk be, mert most éjjel kettőkor nem vagyunk erre kíváncsiak. Ja. Ugye? És akkor mi történt? Az nem a kocsmának vonták meg a működési engedélyét, hanem az egészet felszámolták. 4 éven keresztül még egy busz, tehát még egy váró sem volt, de most egy olyan buszmegállót képzeljétek el, ahol szerintem nem túlzás a napi 10 000, de lehet, hogy sokkal több ember fordult, mert Cseperre, ez a Boráros tére, onnan mentek be az emberek, egészen elképesztő, és hát a lakosságnak szó szerint, én már mindenkivel beszéltem a polgármestertől, a képviselőkön át mindenkivel, és mindenkit megfigyeltem, hogy veszek egy politikai tüntetést fog bejelenteni, és egy kontinent oda telepítek, hogy hát én is onnan mentem, meg megyek a mai napig, hogyha nem biciklivel megyek. Ha meleg van, megsülsz, esősz, gyerekek, nagymamák, anyukák, apukák, mindenki volt. És akkor most az történt, hogy minden elrángattam rólad a mikrofon, mert egyre... Nem, hát nagyon dühös vagyok emiatt, és most az történt, hogy hát jött a 19-es választás, és akkor gyorsan lett buszváró. De oké, tehát a buszváró lett, de ugye szóval az a kényelmi dolog volt, hogy ott vettél újságot, kávét, hát szóval minden. Ez egy közösségi hely volt, és ezt lebontották, és már ahhoz is megyed egy váró. Igen, hát szóval, hogy ez van, és hát szóval, hogy itt óriási hibák vannak Pest-Erzsébeten, amiket szerintem hát orvosolni kell.
Hát reméljük, hogy lesz erőnk bejutni az önkormányzatba, és akkor ott ezt jó irányba terelni. Így legyen. Így lesz. Így legyen. Befejeztük, Tibor. Úgy tűnik.